Az idén 12. alkalommal hirdette meg a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programot. A Magyarok Kenyere gyűjtés immár igazi kárpát-medencei sikertörténetnek számít, amely egyszerre szimbolizálja a nemzet megmaradása érdekében tett erőfeszítéseket és az egymás iránt érzett szolidaritást. Egyre több felajánlás érkezik a Magyarok Kenyere program keretein belül. Ezt a tendenciát az előző évben megjelent járvány sem befolyásolta. Idén viszont az aszály és a háború okozza azokat a gazdasági nehézséget a gazdálkodóknak, ami kihívásokat jelent, de én ennek ellenére is úgy gondolom, hogy idén is sikeres lesz ez a kezdeményezés, és sok felajánlás fog érkezni. A program a Magyar Gazdatársadalom önzetlen segítő szándékú összefogása az egész éven átívelő programban Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók, a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezeteknek határainkon innen, határainkon túl. Fejér megyében 4 gyűjtőponton várjuk a felajánlásokat, Székesfehérváron, Csákváron, Lajoskomáromban és Besnyőben. A terményfelajánlások mellett még pénzadományokat is fogadunk, amiket a Magyarok Kenyere Alapítvány számlájára várunk. Az összegyűjtött búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér formájában osztják szét a rászoruló magyar gyermekeket segítő szervezetek támogatására. Az első gyűjtőakcióra szombaton Fejér megyében, Lajoskomáromban kerül sor.